műsorainkat általában úgy állítjuk össze, hogy a művészetek különböző válfajából mindegyikből bemutatunk legalábbis egy keveset. Most már bemutatunk a magyar táncot, bemutatunk magyar rótát, bemutatunk operát, operettet. Szobrászt nem mutattunk be. Kérlek szépen, mostan be fogunk mutatni egy nagyon rövid táncdal egyveleget, amit az Orándi kísér, és én éneklek, és ha már eljöttek, fogják bírni. És utána folytatjuk két nagy operaszámmal, az Izraeli Operaház magánénekesei, és a New Yorki operásaink, a Kelemházas pár. Egyelőre megkérem Zolit, remélem Zolikám, ha visszatoltátok a zongorát. János, ha a zongora helyén van, légy szíves, nyisd ki a színpadot. Hát így kell velük beszélni. És mi? Benn van a zongora? Be kell néznem. Benn van. Tehát, hölgyeim és uraim, Zórándi Zoltán, aki nélkül. Én a magam részéről még soha nem mertem rendezni műsort nélküle, mert ő a műsor biztonsága. A zenei vezetés mindig a legjobb kezekben van. Zórándi Zoltán. Mit lehet kérni, Panikám? Énekelni akarsz? Téged akarlak bekonferálni. Bocsánat kérek, ez valóban úgy lett volna, hogy... Nem baj, azért bekonferálni. És műsor az első részében énekeltem egy számot, ami eszembe jutatott nékem egy nagyon jó viccet. Engedjük meg, hogy elmondjam. Egy arab és egy zsidó repülőgép élet-halál harcban van. Egyszerre éri, teli találat mind a két repülőt, és egyszerre ugranak ki, úgy a zsidó, mint az arab pilóta a repülőgépből. A zsidónak kinyílik az ejtőernyő, az arabnak nem. A zsidó egy kétségbeesett mozdulattal elkapja az arabot, magához szorítja mind a két kezével, és így jelzik ővel együtt lemenni. Eltelik egy pár másodperc, az arab végül is azt mondja, ide hallgassál te. Nagyon jól tudod, hogy én gyűlöllek téged, megvetlek, utállak téged. Azt is tudom, hogy te gyűlölsz engem, megvetsz, utálsz. Miért igyekszem megmenteni az életemet? Mit tudom én? Köszönöm szépen! Feri, Óré Feri, jegyezd meg, ez egy jó vicc a rádiódon, csak nehogy azt a hibát elkövessétek, hogy a vasárnap bemondjátok a vicc felét, és a másik vasárnap mondjátok a csatlakot. Ezt egy párszor már megcsináltátok, imádom a műsorotokat, én annyit nem tettek. Thank you.
Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Akkor mi állt?